Fontos, hogy nyáron is gyakoroljanak azok a gyerekek, akik valamilyen logopédiai problémát próbálnak megleküzdeni, sőt legalább ennyire fontos, hogy szülő és gyerek együtt gyakoroljon. Ehhez fog némi segítséget adni két vendégünk, Karainé Pavala Zsuzsa logopédus és Kovásné Vezencsek Olga gyermekkönyvtáros. Üdvözlöm Önöket! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kezdjük talán onnan, ugye azt mondtam itt a bevezető néhány gondolatban, hogy szülő és gyerek együtt gyakoroljon. De hogyan kezdjék el ezt a gyakorlást? Találjanak ki maguknak gyakorlatokat, vagy van ennek valamiféle módszere, amit ők már ismerhetnek, és amitől elindulhatnak? Hát nagyon sok szülőben megfogalmazódik a kérdés, hogy beszédhibás a gyerekem, a nyáron mit tegyek vele? A megkezdett logopédiai terápiát folytassuk a nyáron, vagy kezdjünk el egy másik terápiát. Általában minden gyerek egyedi eset, de általában azt szoktuk javasolni, hogy ha már járt logopédiára, akkor a füzetbe beírt gyakorlatokat lehet megerősítésképpen a nyáron is még gyakorolni. De a legfontosabb, hogy a nyáron sok időt töltsön együtt a család, a szülő szemkontaktust alakítson ki a gyerekkel, csak rá figyeljen, csak az ő beszédét vegye, és csak arra koncentráljon, amikor vele beszél, és megfelelő beszédpéldát mutasson. Mert a nyár a kötetlen együttlét ideje, a szabadság ideje alatt együtt töltött önfelett napok mindenképpen sok beszédingert adnak a gyerek számára. Tehát ez egy nagyon fontos. A tapasztalatok alapján a szülők ezt örömmel, szívesen csinálják, és van is erre idejük, energiájuk, hogy ezeket a gyakorlatokat elvégezzék a gyerekekkel? Javarészt a szülők megértik, hogy ezek fontosak, ezek a gyakorlatok, és nagyon fontos, hogy ők együttműködjenek ebbe. Ha nem csinálják, akkor rábeszélhetőek erre. Tehát akkor egy fogadóóra vagy személyes beszélgetés során meggyőzhetők arról, hogy ez nagyon fontos, hiszen a saját gyerekéről van szó. A könyvtáros milyen helyzetben találkozik ugye beszédhibás gyerekekkel, és miben tud segíteni? Hát a könyvtáros az, ahogy bejön a szülő a gyerekkel, és ahogy meghallja a gyereknek a beszédét, ugye rögtön, hát nyilván egy laikus is rögtön látja, hogy az illető tud-e beszélni, vagy nem tud beszélni. Illetve a szülő már, hogyha a logopédustól jön, akkor kéri azokat a könyveket, amik segíthetnek a gyerek fejlődésében. De én azt mondanám, hogy nem csak azoknak, akiknek beszédhibájuk van, hanem igenis minden kis gyereknek szüksége van arra, hogy fejlődjön a beszéde. Most hoztunk itt néhány könyvet, illetve hozott néhány könyvet, igen, hogy bemutassuk ezeket, és ugye ez már a tanácsadásnak a része igazából, amikhez lehet nyúlni a nyáron. Akkor szerintem kezdjük el, és akkor menjünk végig, hogy melyik miért fontos, és miben segíthet, melyik kötet. Tehát nem csak azok, akik beszédhibások, hanem azok, akik most kezdenek el beszélni, hiszen a beszédhiba az akkor alakul ki, hogyha már a beszédindításnál valami problémája van. Tehát amikor elkezd beszélni, már akkor érdemes a szülőnek erre odafigyelni, és vannak különböző lehetőségek, hogy a szülő segítsen a gyermekének a beszédben. És legjobbak ezek azok a népi mondókák és az népi énekek, amik kifejezetten ilyen pici gyerekeknek szólnak. Én hoztam egy ilyen könyvet, ez a Népi Mondókák című könyv, ez nem képes, de természetesen vannak képes változatai is, amiből lehet mesélni, illetve lehet mondókákat, verseket tanítani a gyereknek, vagy énekelni. Vannak CD-s változatok is, amiben még az énektudás sem szükséges hozzá, kotta olvasás sem szükséges hozzá. Itt megkérdezem, hogy mi a jobb egyébként, hogyha a szülő maga mondja ezeket a mondókákat, vagy például CD-t használ, föltesz, és a gyerek azt hallja? Hát mindenképpen jó, ha a szülő maga mondja. Az az elsődleges, de a CD sem ördögtől való dolog, úgy gondolom. Ehhez a témához kapcsolódóan a logopédiai kiadónak a nagy mozgással kísért mondókagyűjteményét is szeretném bemutatni, mert nagyon egyszerű, a magyar közkincsben benne lévő mondókák ezek, amiket tartalmaz ez a kis könyvecske, de a honlapunkon több más mondókás könyv is található. Nem biztos, hogy az a jó mondókás könyv, ami tele van illusztrációkkal, hanem amiben egy kicsit segítség is van a szülőnek, hogy mégis mi az a mozdulat, amivel kísérje ezt a mondókát.
Így van, tehát vannak olyan könyvek, amikben benne van maga a mozdulat is, tehát hogy hogy ültessük a gyereket, hogy mozgassuk a kezét, vagy ő hogyan mozogjon. Ugye ezt a hüvelykujjam, almafa, mutatóujjam megrázta a középső ujjam. Tehát ugye már egy mozgás, ugye, amit egy mondókához hozzátettünk. És vannak ennél sokkal nagyobb mozgások is, amiket lehet csinálni, és ez mind a szellemi fejlődést is segíti, tehát nem csak a beszédet, hanem a gyerek, ezt is kimutatták, okosabb lesz akkor, hogyha ilyen mondókákat mondanak. Ezeket a mondókákat egyébként ismerjük még? Tehát emlékszem, hogy gyerekkoromban nagyon sokat mondtuk ezeket. Most látom, hogy gyűjtemények készülnek ezekből. Ez mit jelent, azt, hogy ez egy segédletet jelent a szülők számára, vagy pedig kikopik a használatból a mondókáknak az alkalmazása, és azért van rá szükség? Kikopott. Tehát addig, amíg még a nagymamáink tudták ezeket a mondókákat és mondták, addig már a szüleink sokkal kevésbé, és mi is 10-15-öt tudunk elmondani így fejből. De ha itt vannak ezek a gyűjtemények, akkor tényleg ezt is ismerem. Tényleg azt is ismerem. És akkor csak el kell olvasni, és újra el tudjuk mondani a gyerekeinknek. A mondókon és a mozgás mellett mi az, ami fontos lett, hiszen még látom, hogy még több kötet is áll így az van. Van egy vadi új könyv, ezt tényleg most kaptuk. Mesék, kérem szépen. A mesék nagyon-nagyon fontosak a gyerekeknek, és a legkisebbeknek, tehát a 0-tól 4 éves korig megjelenő mesék vannak ebben a kötetben, amiben például benne van az, hogy a kisgyerek, tehát pont ez a korosztály, ez a 3 év körüli gyerekkorosztály, aki a saját testét felfedezi. És nagyon-nagyon fontos, hogy ezeket helyre tegyük, nem csak az, hogy jó, itt a kezed, hanem egy mesével ezt a hogy milyen a keze, azt egy mesével segítve, vagy egy mondókával segítve sokkal gyorsabban megérti a gyerek. Úgyhogy ez egy ilyen könyv. Az egy fontos kérdés. Ugye látom, hogy itt népmesék szerepelnek ebben a kötetben. Kifejezetten népmesékre van szükség? Azért kérdezem, nekem 4 éves a lányom, és tudom, hogy azért a hercegnős mesék azért elcsábítják őket, és néha később kezdenek el népmesét hallani, mint hercegnőset. Igen, tehát a népmeséknél azt mondják a népmesek kutatók, hogy a népmesék nem igazán gyerekeknek íródtak, hanem felnőtteknek. De vannak olyan népmesék, amik kicsiknek valók, és azért örülök ennek a könyvnek, mert ez kifejezetten ilyen jellegű kötet. És tényleg elviszik a különböző modern mesék a gyerekeket. Nem baj. Arra kell odafigyelni, hogy olyan meséket olvasunk nekik, amiket mi is szeretünk. Mert ha minket nem untat a mese, akkor megvan a szókincse. És itt kifejezetten fontos ezek szerint, hogy mondjuk, olvassuk, igen, és ne igen. televíziót nézzünk, ne igen. videót nézzünk. Igen, mert más. Ha valaki televíziót néz, akkor nem alakul ki egy kép a fejében. Tehát egyszerűen ott van, adott a piros szín, adott egy szőkehaj, adott egy fa, és ha én kimondom, hogy fa, bennem van egy kép, önben egy másik kép van. Így van? Igen, és hogy ez... De ha ez rajzfilmen van, akkor a gyerekben nem alakul ki a kép. Értem. Ennyi. És ha én mondom, és még egy nagyon fontos dolog, a Zsuzsi már mondta, legyen ott az ölemben a gyerek. Öleljem át, az érintés hihetetlenül fontos. Ha én megérintek valakit, akkor őnek is jó érzés, és nekem is jó érzés. És a gyerek érzi azt, hogy szeretem ezzel. Átölelem, és mondok neki valamit. Átölelem, és olvasok neki valamit. Hihetetlenül sokat számít. Nagyon fontos trükkök. Mi a másik két kötet, illetve amit még elhozott és megmutattak? Igen, hát iskolásoknak is nyilván hoztam valamit. Bosnyák Viktoriától hoztam egy könyvet, a Sirály a király. Állandóan gond van az elipszilonnal és a pontos évvel. És ez egy nem túl vastag, ugye látszik, hogy kis pici vékony kötet, amiben az elipszilont jegyé. Tehát az elipszilont és a pontos jét magyarázza, és nagyon jókat lehet rajta nevetgélni.
Tehát már az iskolások számára is vannak ilyen jellegű könyveink, és hát a nagy kedvenc, ami hát nem nyitom ki. Nem nyitom ki, mert éppen szétesett, és véletlenül van benne egyáltalán a könyvtárban, ez a Rumini sorozata Berg Juditnak a könyve, amit csak ajánlani tudom, tehát óvodától kezdve általános iskola alsó tagozatba bárkinek, mert egyszerűen hihetetlen. Tehát erre nem is tudok többet mondani. Nagy könyvsiker volt, ez is már sokat elárul róla. Igen. Eddig könyvekről beszéltünk, van itt két alma is az asztalon. Hogy kerültek ide? Úgyhogy a nyáron nem biztos, hogy pont gyakorolni kell a logopédiai gyakorlatokat, hanem játékosan a mindennapi életbe beépítve is lehet tenni annak érdekében, hogy az artikulációs bázisa fejlődjön a gyerekeknek. A sok rágás nagyon fontos. Tehát almát, répát, és esetleg rágógumi is, nem kell éjjel-nappal rágni, de ezek az arcizmok, a rágóizmok fejlődnek ezeknek a segítségével. Mindenki nagyon ráállt a pépes, meg az alig rágható ételekre, nem tesz jót ezeknek az izmoknak. Ez az egyik, a másik, hogy buborékfújás. Egy nagyon egyszerű dolog, de ezteket az izmokat, ezeket a körkörös izmokat nagyon jól fejleszti. Tehát ez is a nyárnak egy nagy lehetősége, amit használjanak ki a szülők. És a kézügyesítő gyakorlatok, szintén finom mozgás a kézmozgás, ahogy a beszéd is egy finom mozgás. Nyáron millió lehetőség van a kézügyesítésre. Vízzel való játék, homokozás, sarazás, ezeket mind használják ki, ezeket a lehetőségeket. Elhangzott néhány nagyon hasznos jó tanács. Már csak az a kérdés, hogyha elakadnak a szülők, családok a gyakorlásban, akkor tudnak-e tanácsért fordulni akár a logopédushoz, akár a könyvtároshoz a nyáron, illetve hogyan? A logopédiai szakszolgálat a volt nevelési tanácsadó épületében a nyári ügyeletet biztosít. A szülőknek javaslom, hogy forduljanak hozzánk, a honlapon az elérhetőségeket megtalálják, akár telefonon, akár e-mailbe, ha kérdésük van, akkor megpróbálunk segíteni. Tehát akár bejönnek, meghallgatjuk a gyereket, vagy adunk otthonra gyakorlatot a nyárra, amennyiben szükséges. A könyvtár nyári nyitvatartása? A könyvtár nyári nyitvatartása június 16-ától egyműszakos a könyvtár, tehát ez azt jelenti, hogy hétfőn, szerdán és csütörtökön vagyunk délután nyitva 1-től este 7-ig, és kedden és pénteken pedig 9-től 2-ig vagyunk nyitva, és természetesen mindig van olyan gyerekkönyvtáros, aki segít, aki szívesen ajánl ilyen jellegű könyveket, amiket együtt lehet olvasni, együtt lehet nézegetni, akár én, akár a másik gyerekkönyvtáros, tehát valamelyikünk mindig van. De akkor nyáron sem maradnak a szülők és a gyerekek segítség nélkül. Még egy gyakorlat jutott eszembe, a fagyi gyakorlat. Nagyon szeretik a nyáron a gyerekek a fagyit nyalni. Ha kinyújtja a nyelvecskéjét és felemeli, ez már egy nagyon jó gyakorlat, amit a nyáron lehet mindenkinek gyakorolni. És ha már fagyi gombócokról van szó, akkor ezt a gombócot is szeretjük körbevinni, hogyha a szülők egy ilyen gyakorlatsort, amikor a fagyit elnyalta, utána csinálnak, a gyerekükkel már sokat segítettek. Szerintem a gyerekek ezt fogják a legnagyobb örömmel gyakorolni. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk. Mi is köszönjük. Mi is köszönjük.